Kisné Andi vagyok a 17. kerületből. Emléksúly levétel módszerével két csodálatos gyógyulást kaptam az elmúlt években. Mielőtt Andrást megismertem volna, éveken át volt erős migrénes fejfájásom. Migrénes rohamok alkalmával görcsösen fájt a fejem, émelyektem, szikralátásom volt, és az is gyakran előfordult, hogy hosszú perceken át nem láttam semmit. Az orvostól különböző kivizsgálásokra kaptam időpontot, de ezeknek az eredménye mind negatív lett. Gyógyszereket is kaptam, de ezek sem gyógyítottak meg engem. Ekkor kerestem fel Kopcsányi Ildikót, aki András módszerével, szentjeink és András segítségével, emléksúly levétel módszerével lekönnyítette rólam egy kisgyermekkori emlékemnek a súlyát. Azóta, ez már több mint 3 éve volt, egyetlen egyszer nem volt migrénes fejfájásom, ritkán, hogyha fáj a fejem, az hamar magától elmúlik. A másik csodálatos gyógyulást most márciusban kaptam. 4 évvel ezelőtt egy rutin foghúzáskor a foggyökér egy darabja beletört a fogínyembe. A sok feszegetéstől az arcüregem is megnyílt. Plasztikázták a szájsebészeti klinikán a roncsolódott területet. Én ezek után most márciusban megjelentem a fogorvosnál, és ő tanácsolta, hogy koronát tegyünk a fogamra. Az érzéstelenítő injekció beadása után átéltem azt a nagyon rossz érzést, félelmet, amit műtétkor éreztem. Ekkor kerestem fel Ildikót megint. Ildikó mélytudatszinten egy módszerrel lekönnyítette rólam ezeket a nagyon rossz emlékeket, amiket akkor én 4 évvel ezelőtt műtét alatt átéltem. Emléksúlylevétel után, 4 héten megjelentem a fogorvosnál, és mindenféle probléma nélkül segítette a koronát feltenni a fogamra. Az embernek hálásan összeszorul a torka, amikor arra gondol, hogy emlékek tűnnek el, és az ember már úgy tud róluk beszélni, minthogyha meg sem történtek volna. Az rossz érzések, a félelmek megszűnnek, és már csak a hála és a szeretet marad azok iránt, akik ezt a gyógyulást az embernek megadják. Nagyon szépen köszönöm Andrásnak, Ildikónak, hogy meggyógyultam. Ha ők nem lennének, én még ma is beteges lennék, és félelemben élnék. Köszönöm szépen!